Na most pedig válaszolok pár kérdésre, amik jöttek ilyen névtelen kérdezfelelekben. Igyekszem csak azokra a kérdésekre válaszolni most, ami egy kicsit kifejtősebb, meg ami úgymond említésre méltó. Volt már olyan, hogy azt érezted, kiégtél az edzősködésben? Volt bizony, többször is nyilván. Volt annó a személyedzések során is, amikor még csak személyedzéseket tartottam. Talán a legtöbb ilyen alkalom, az akkor volt, amikor még személyedzéseket tartottam, és erőléti edzőként is dolgoztam, és mellette már építettem fel az online coachingot, és ugye nyilván meg akkor mind a kettőbe sok munkát kellett beltenni. Szerintem a legstresszesebb időszakom az valószínűleg ez volt, és ott éreztem a legtöbbször azt, hogy teljesen kivőkékben, és nincs kedvem az egészhez, de szerintem minden edző életében előfordul, aki azt mondja, hogy nem az hazudik, vagy, vagy nagyon kevés emberrel dolgozik együtt, vagy nem tudom nyilván az a fontos ebben az esetben, hogy hogy tudsz ebből kikeveredni, és már mondjuk, hogy tudsz egy kicsit előrelátóbb lenni, építeni magadat, hogy ez mondjuk ne forduljon elő, vagy ha elő is fordul, mert biztos, hogy elő fog, akkor hogyan éled meg kevésbé szarul lesz az egészet. Szóval igen, volt már ilyen, hogy úgy éreztem, hogy ki vagyok égve, biztosan, hogy lesz még ilyen, de most már sokkal jobban el tudom engedni az ilyen, ilyen negatív dolgokat, és inkább úgy tekintek az ilyen problémásabb időszakokra, hogy ez csak egy feladat, amit el kell végezni, ez egy küldetés, meg kell csinálni, és utána sokkal-sokkal jobb lesz, és egyébként, hogyha visszatekintek, akkor mindig sokkal-sokkal jobb lett a vállalkozás is, meg az emberekhez való hozzáállásom és a kapcsolataim velük. Úgyhogy összességében szerintem ez egy tanulási folyamat. Következő kérdés. Hogyan építenéd fel magad, ha most kezdenéd? Hát valószínűleg mindent szinte ugyanúgy csinálnék. Sokkal előbb kezdenék el külföldi tartalmakat olvasgatni, meg külföldi képzéseket csinálni, kurzusokat, és az online jelenlétbe sokkal-sokkal előbb mennék bele. Nyilvánvalóan magadnak a reklámot úgy tudod megcsinálni, hogy nem plakátokon szerepelsz, ugye nyilván a 21. században, 2024-ben ez már nem annyira így működik, hanem hogy az online térben milyen a megjelenésed, mondjuk, vagy hogy mennyire vagy jelen pontosabban. És legfőképp a videós tartalmak készítését azt sokkal, de sokkal előbb kezdeném, mert szerintem ez sokkal személyesebb így, sokkal inkább tudok hozzátok szólni. Következő, mikor tervezel Spanyolországba költözni? A lelkem mély, már tavaly óta kint vagyok, de ha reálisan nézem, akkor a 2025-ös év az, az akár, már lehet az az év, amikor már megtesszük az első lépéseket, hogy kiköltözzünk. Nyilván bonyolult, a nyelvi akadály az most már azt mondom, hogy egyre kevésbé, mert én is tök jó elkaptam a vonalat, és hogyha tényleg rászállom a kellő energiát, vagy időt, akkor nagyon ragad a nyelv, amikor voltunk kint, ugye többször is, akkor tudtam használni is, mert igazából merek beszélni, és azt mondják, hogy az nagyon-nagyon sokat számít. Mert ha látják rajtad, hogy használod a nyelvet, meg hogy szeretnéd megtanulni, akkor tök sokat segítenek. Szóval, hogyha minden adott lesz, akkor a 2025-es évben akár még sikerülhet is. Milyen kapcsolatban vagy a tanítványaiddal? Vannak olyanok, akikkel közelebbi kapcsolatot ápolsz? Ö, igen, vannak, akikkel közelebbi kapcsolatot ápolok. Egészen mondhatni már, hogy ilyen haveri-baráti kapcsolatban is vagyunk. Alapvetően jó kapcsolatban vagyok velük szerintem, szerintem mondhatom, hogy 95%-ban mindenkivel. Tök szerencsésnek mondhatom magam, és, és nyilván ez tök sok munka is volt, hogy ezt, ezt az online coachingot úgy tudja csinálni az ember, hogy kialakít egy rendszert, és ahhoz mindenki igazodik, mert akivel, aki nem igazodik ehhez a rendszerhez, az nem fogja tudni csinálni. Ezt kerekpedet megmondom már a leges legelején, vagy felveszi a fonalat, amit kérek azt megadja, és akkor én is meg tudom adni a tudásomat, meg tudom adni neki azt, hogy minden héten ö, egy picit tudjunk ö, előre haladni. Összességében igen, szerencsésnek mondhatom magam. Nagyon jól tudok együtt dolgozni az embereim, nagyon-nagyon nagy részével, és, és nagyon jó kapcsolatban vagyok velük. Szerinted, mint edző, az edző idézőjelben, azt nem értettem, hol a csúcs? Pff, hát ez egy jó kérdés hol a csúcs? nem tudom, valakit fölkészítesz a Mr. Olimpiára? Á, az nagyon sok több évtizedes edzői tapasztalat kell, és rengeteg tudás alapvetően. Hm, ez egy jó kérdés, és ezt talán sokáig lehetne boncolgatni. Ha így a, a, ténylegesen a szakmai részét nézzük, ha viszont az érzelmi részét nézzük, akkor szerintem ott van a csúcs edzőként, hogy minden nap úgy kellsz fel, hogy ezt imádott csinálni. Visszacsatolnék előző kérdésre, még akkor is ezt érzed, amikor ilyen full kiégésbe vagy, és úgy érzed, hogy abba kéne hagyni az egészet, annyi akadályba ütközöl, de a lelked még, akkor is úgy, hogy vagy, ú, Istenem, ezt szeretem csinálni, és szeretek emberekkel foglalkozni. Szerintem ez a csúcs. Melyik versenyeken indulsz össze? Szabival már elkezdtük beszélgetni, hogy jó lenne most már konkretizálni a dolgokat, az alapján pedig időzíteni is a felkészülésemet. Itthoni versenyeket nem nagyon preferálok, és nem is nagyon néztem. Max 1-2-t, Ausztria, nekem minden Zalágerszegről nagyon közel van, jó lenne távolabbi versenyeken is részt venni, akár Németországba, vagy ugye akár Spanyolországban is. spanyol versenyek azért inkább hosszú távú céljaim. Ha, nagyon jó kérdés. Alkalmazol szuperszetteket, vagy nagyon sok ismétléses szetteket az edzéseid során, vagy az edzetjei edzéseiben? Nem, Abszolút nem alkalmazok szuperszetteket. Nagyon-nagyon maximum akkor szoktam szuperszetteket alkalmazni, hogyha például van olyan tanítványom, aki mondjuk munka előtt megy edzeni, reggel mondjuk 6-ra, 6-tól 7-ig le tud edzeni, vagy 6-tól 7-30-ig, és nála szoktam például valakire olyat, hogy egy combfeszítőt vagy egy combhajítót supersetbe rakunk, vagy pedig egy biceps tricepszet de szerintem nagyon ezen felül nincsen létjogosultsága, abszolút. A nagyon-nagyon sok ismétléses szetteket pedig abszolút semmi értelme nincsen. Effektív 15 ismétlés fölött már olyan szinten elveszted a, mint a fókuszt is, meg hát ha már meg tudsz csinálni 15-20 ismétléses sorozatot bármiből is, akkor tök egyértelmű, hogy emelsz a súlyon. De hát, hogyha valaki szeret ilyeneket csinálni, meg két kilós súlyokat, meg, meg ilyeneket lóbálni, akkor nyugodtan csinálja, de az égvilágon semmi értelme. Mm. Mit üzennél a 18 éves önmagadnak? Fúfú. Hát azt, hogy sürgősen kezdje el tanulni idegen nyelvet. Most leszek 30 éves. Annó kezdtem, orosz, orosz is tanultam egy ideig, aztán abszolút megszűnt a létjogosultsága, hogy én azt tanuljam, és, és már nagyon-nagyon nehezedett is hogy azt abba hagytam, de például a spanyolt azt sokkal előbb elkezdhettem volna, mert régen is érdekelt, meg, meg az angolt azt ilyen mesterszintre kellett volna már régességem vinnem, és nem most uh, ásni bele magam jobban, hogy a szakmai dolgokat is jobban tanuljam, meg főleg, hogy a hallás után is annyit. Tehát ez biztos, hogy előtérbe sorolnám, valamint az, hogy abszolút ne gondoljak túl dolgokat, és ne variáljak túl dolgokat, mert képes voltam órákon keresztül tervezgetni a saját edzéseimet annó, és képes voltam teljesen atomjaira szedni ezt az egész sportot, holott ez a világ egyik leges, legegyszerűbb dolga. Kevesebb gondolkodás, több cselekvés. Hiányzik a személyjegyzés? Néha igen, néha így, így hiányzik a személyes kontakt edzettekkel. Néha alapján összeszoktunk hozni azt, hogy találkozunk, vagy hogy esetleg közösen edzünk, de azért eléggé távol eső nekem most, vagy távol lakik mindenki most tőlem, úgyhogy ebből a szempontból is hiányzik. Kaptam már egy-két megkeresést innen a teremből, egyszerűen nem lenne rá időm, szóval ez most ilyen hiányzik. Igen. Szerintem több kérdésben most nem megyek bele, majd úgyis rakok ki Instagramra, még ilyen kérdezt feleleket, oda majd jöhetnek kérdések. Ha még nem követsz Instagramon, akkor ezt most tedd meg. Ennyi lett volna, és Nézzük meg, hogy most hogyan mennek az edzéseim! Az előző hetekben egyébként a nyomásaimra nagyon büszke vagyok, nagyon-nagyon sokat fejlődtek. Itt például a kézisújtós fekvenyomás rekordom után nyomok, a Hammer Strength incline nyomógépen. Ebben a gyakorlatban a rekordom egyébként 160 kg-val 6 ismétlés. Akkor első gyakorlatként végeztem top-setként, most második gyakorlatként volt ez a 150 kg. Jó lenne megdönteni az előző rekordot. Vagy legalábbis ugyanazokat a számokat hozni, így hogy most második gyakorlat. A kézisújzós nyomásoknál egyébként 60 kg-os kézisújzókkal nyomok most incline döntött padon. Cél, hogy meglegyenek a 65 kg-osok. Nyilvánvalóan a súly az nem feltétlen elsődleges, inkább a kontroll mozgástartomány ez ami fontosabb. A többi mell gyakorlatnál, a többi nyomásnál is elég jól is alakultak a számok. Tök jó kontroll mellett, jó robbanékony ismétlésekkel tudtam fejlődni. Igazából itt csak és kizárólag akkor fogok elmenni, hogyha megvan, ki van maxolva az ismétlés számtartomány. Egyébként most minden edzésemben, kb. minden gyakorlatban tudok progresszálni, minden gyakorlatban tudok fejlődni. Vagy súlyban, vagy ismétlés számban, de tényleg most minden edzésen, minden edzésen sikerül. Mentálisan is sikerül, nagyon-nagyon ott lennem edzéseken sikerül nagyon jól összpontosítani. Igazából ilyen jól sikerült edzések után a napi kaja is jobban esik. Szívesebben állok neki a munkájunknak is, szerintem ez abszolút pozitívan befolyásolja az egész életvitelemet. A Smiths nyomás szintén döntött padon. A korábbiakkal ellentétben most egyenlejjebb tettük a padot. Egy időben csináltam gumiszalaggal is ezt a nyomás variációt, de most sokkal jobban érzem így. Itt a jelenlegi top súlyai 127 kg, kb. Ugye a Rude súlyának 15 fontot számolok, az egészen pontosan 6,8 kg sokszor az emberek azért belekavarodnak ebbe a Smith számolásban, számolásba, amúgy tök egyszerű, ez egy prekor márkájú beírod a Google-be és ki fogja adni, hogy hány kiló a a súlya, hogy mennyivel számol. nem 20 kiló. Tök érdekes egyébként, egy időben csináltam ezt rendszeresen, minél több ruhát felvettem, főleg így az első gyakorlathoz. Sokkal-sokkal komfortosabb volt így a nyomás. Könnyű gumi is egy picit jobban felfeszült, ugye az ületeknek is szerintem egy kicsit jót tesz. Nem tudom, hogy ezt meddig fogom csinálni. Nyilván, ha majd beköszöntenek az ilyen 30 fokok, akkor kevésbé lesz komfortos azért Leízni már többig az első sorozat után. Abszolút nagy reményeket fűzök most ehhez a nyomás variációhoz, mert nem nagyon jónak éreztem. Az utolsó ismétlés az fél ismétlés, ezt már én nem szoktam be számolni egyébként, tehát a kevesebb ismétlés szoktam beírni a táblázatomba és akkor jön az egyik abszolút favorit gyakorlatom az egész edzéstervben, ez az Atlantis Incline nyomógép. A gép sajátossága, hogy a nyúlt pozícióban rendkívül jól terhel, tehát nagyon-nagyon kényelmes, de nagyon-nagyon nehéz is. Egy korábbi edzésciklusban, amikor első gyakorlatként szerepelt, akkor majdnem sikerült kimaxolnom a gépet, ami elég jó, mert tényleg elég nehéz. Most második gyakorlatként szerepel, az a célom, hogy itt is megközelítsem az eddigi maxot összességében tényleg nagyon jó most a programom. A Szabi nagyon jó programot rakott nekem össze ismét. Nincs okom a panaszra, abszolút tényleg most rám van szabva minden. Próbáljuk még ebből a pár hónapból kihozni a maximumot. Aztán utána ugye diéta. Már megmondom őszintén nagyon várom. Remélem, hogy a teljesítményt fent tudom tartani. A diéta alatt is végig. Következő videóban majd más izomcsoportok edzéseiről is beszámolok. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és nyomj egy lájkot. Köszönöm szépen!